Újabb edzőmérkőzésen lépett pályára csapatunk, az ellenfél ezúttal a Ferencváros második csapata volt a Népligetben. Ideálisnak nem mondhatóak voltak a körülmények, hiszen erős szél fújt és esett az eső. A három nappal ezelőtti Veszprém elleni edzőmeccsünkhöz képest sokkal frissebben kezdett a csapatunk, és helyzeteket alakított ki már az első perctől fogva, sőt már a legelején betaláltunk, Csillus Tamás lőtt a hálóba az asszisztáló ferencvárosi védők közül a mérkőzés 6. percében. Néhány perccel később, pontosabban 20 perccel később ismét ő volt a főszereplő, egy átlövéssel próbálkozott, a kapus üggyel bajjal hárított. A mérkőzés 30. percében szabadrugáshoz készültünk, Huszák lövését magabiztosan hárította a hazai kapus. Túl sok dolga nem volt Holzer Ádámnak az első félidőben, csak ilyen és ehhez hasonló beadásokat kellett lehúznia, viszont a kirúgásai azok nagyon pontosak voltak szokás szerint, ám ezekből sajnos nem tudtunk gólhelyzeteket kialakítani. Az első félidő vége felé még egy gyepes átlövést láthattunk, amit nem talált kaput, 1-0-ás előnnyel vonulhattunk pihenőre. A második félidőben sokat cserélt a Ferencváros 2, és az elején egy nagyon szépen megkomponált akciót vezettek a hazaiak, Holzer magabiztosan hárított. A 60. percben egy átlövést láthattunk, ami nem volt túl veszélyes. Szépen védett a hazai kapus, és végül egy utolsó helyzet Kós szöglete után Gyepes próbálkozott, de nem talált kaput, maradt az 1-0-ás soroksári siker. Újabb győzelemmel hangoltunk a július 31-i rajtra.